Magyarországi Ganoderma piaci szereplők elemzése, harmadik rész. Beszéljünk a Gano Excel nevű cégről. Néha oda szokták írni a videóim alá, vagy éppen nekem küldött üzenetben, hogy ez a DXN-nek a testvércége. Távozz tőlem, sátán, semmiféle testvérségről szó nincsen. Én tudom a cégeknek a történelmét, hogy melyik volt előbb, és honnan kivált ki, és mit vitt magával, amikor kivált. A következő videóban, amit mutatok, angol nyelven arról tesznek említést, hogy a gombákat gondosan megmossák, mielőtt elkezdik főzni, hogy a tápanyagokat, az értékes anyagokat kivonják belőlük. It will go through stringent cleaning before the boiling process to extract its essence. Nos, ez az úgynevezett double boiling technology, ez a dupla főzés technológiája, ez egy eléggé elavult módszer arra, hogy a Ganoderma gombából kivegyék a hatóanyagokat. Ezt úgy csinálják, hogy a gombát beledobják vízbe, forralják sok órán keresztül, majd a gombát kiszedik a vízből és kidobják, és a vizet elkezdik párologtatni. És amikor már nagyon besűrűsödött, akkor még maltodextrint keményítőt tesznek hozzá, és kész a gombapor. Hogyha te ilyen port vásárolsz, akkor annak a nagy része keményítő. És itt sem lehet tudni azt, hogy mennyi az a sűrítési arány, hogy hány kiló gombából lesz egy kiló keményítős Ganoderma por. Tehát ez is egy opció a számodra, hogy a Gano Excel-től vásárolsz Ganoderma port, gondold meg, hogy ez a legjobb választás.